Rezső Orsival beszélgetünk tovább, visszahozott a stúdióban. Szia Bea, és köszöntöm a nézőket is. Mondtam nézőinknek, hogy nem sokára beszélgetek majd olyan szülővel is, aki nem tud annyit lenni a gyerekeivel, amennyit szeretne, de neked megadatott az, hogy a válás ellenére a gyerekek a Szentestét veled töltsék. Igen, ugye? Pont ellenkezőleg mindig nálam voltak mindig a fiúk, tulajdonképpen ezt mondhatom. Most ez az 5. karácsonyunk lesz, amit külön töltünk, pontosabban az ex-férjem elköltözése óta, ez lesz az 5. karácsony, de mindig velem voltak a gyerekek. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy hálát adok az Úristennek, nagy hálával tartozom neki, és hát egy picit a volt férjemnek is, mert sikerült olyan intelligens módon, ha lehet ezt így mondani, megoldani ezt a helyzetet, hogy a gyerekek a legkevésbé sérüljenek, a legkevésbé legyen fájdalmas ez a helyzet, és én erről szeretnék tulajdonképpen beszélni. Mert hogy miben állapodtatok meg, hogy hogyan fogjátok ezt intézni? Fokozatosan sikerült a leválást elintéznünk. Tehát a legelső karácsonyunk, ami 2017-ben volt az elköltözés után, akkor még sikerült megbeszélnem, rábeszélnem a volt férjemet, hogy jöjjön el hozzánk, díszítsük együtt a fát, meghívtam őt karácsonyi vacsorára úgy, ahogy azelőtt is ez ugye szokásos volt, leült hozzánk, és 4-esbe töltöttük, sőt utána az ajándékozást is, tehát végig ott volt velünk az első karácsonyon. De és te belül sírtál, vagy ezt hogyan? Nem, én akkor végtelenül hálát éreztem, hogy ezt nem voltunk egy jó csapat, nyilván azért váltunk el, de hogy akkor ezt sikerült összehoznunk, hogy a gyerekek kedvéért, a gyerekek érdekében ezt túl tudtunk lépni a sérelmeinken, önmagunkon, és nagyon hálás vagyok ezért neki. A már következő karácsony egy picit hamarabb ment el. A rákövetkező karácsonykor, 3. már csak délelőtt volt itt, együtt díszítették a fiúkkal a fát, megmutatta nekik, ugye most már nagyobb fiúk, hogy kell ezt megcsinálni, hogyha már ő nem fog majd tudni segíteni, és ez így is lett. A rákövetkező karácsonykor már tavaly nem jött egyáltalán Szenteste, de mondom, hogy fokozatosan sikerült ezt leépítenünk, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon jót tett a fiúknak. Mert én azt hiszem, hogy azok, akik ebben a helyzetben vannak, hogy a házasságuk zátonyra futott, azok persze, hogy minden nap küzdenek egészen addig, amíg a Jóisten segítségével talpra nem állnak, és nem gyógyultan folytatják az útjukat, de a nehéz mindennapok közepette az ünnepek különösen fájdalmasak. Igen, hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljesen örömteli volt azért számomra ez az alkalom. Tehát amikor elment, és ott maradtam a gyerekek, és a gyerekek is lefeküdtek, azért egy-két könycsepet elmorzsoltam, valóban ez így volt, tehát ezt kár lenne tagadni, de talán sikerült úgy megoldanunk, hogy ez kevésbé legyen annyira fájdalmas a gyermekek számára, és talán így magunknak sem volt annyira rossz. Mi az, ami neked segített abban, hogy tényleg újból olyan jól érezd magad a bőrödben, és úgy érezd, hogy na hát az élet tényleg szép, és annak ellenére, ami történt, a Jóistennek még sok jó terve van veled? Hát ez itt a reklámhelye akkor most. Mert akkor el kell mondanom, hogy ebben az AVE kurzus. Igen, ha a nézőink már tudják, mert mondtam, benne, hogy az a igen. Közös pont a ma délelőtti beszélgető társaimban, hogy volt ez a nagy tragédia az életükben, hogy nem sikerült a házasságuk, és akkor közösen ezen a 3 hétvégén, amit az Emmanuel közösség már 22 éve tart, és hát ugye abban nekem is van lehetőségem szolgálni, hogy itt igen, én erről tudtam, mert ugye én a közösségnek jártam fiatalon 90-es években, és akkor indítottad te el ezt a kurzust, és én erre emlékeztem, és miután elváltam az interneten, elkezdtem keresni, hogy Madocsai Bea AVE kurzus, és így kerültem ide, és ez segített tulajdonképpen, tényleg ez segített abban, hogy az önbizalmam helyreálljon, de leginkább tudod, miben segített, hogy az egyház
házzal való ellentmondásos viszonyom egy picit helyre bírálja. Tehát úgy éreztem, hogy ki vagyok rekesztve, hogy nincs helyem, hogy kinéznek, hogy én ide már nem való vagyok, nem illek ebbe a közösségbe. És olyan jó volt megtapasztalni, hogy tehogy nem, hát tárt karokkal vár az Úristen, és itt a közösség, és itt vannak a sorstársak, és jöhetek ide, és elsírhatom a bánatomat, és letehetem a terhemet, és olyan felszabadító volt. Hogy... Volt olyan időszak, amikor távol érezted magad, nem az egyháztól, mert ugye azt most mondtad, hogy nem érezted a helyet, de hogy az Istentől is, hogy úgy érezted, hogy valahogy olyan távol van, vagy nem, nincs benne a mindennapjaidban? Én nagyon-nagyon hálás vagyok a jó Istennek, mert valahogy ez a hitem ez végig megmaradt. A férjem ugyan nem volt hívő, nem volt vallásos, válláskor közölte, hogy ateista is volt. Hát kár, hogy előbb nem szólt erről, de abban nem gátolt meg, hogy én gyakoroljam a vallásomat, a hitemet, és nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hiszen ez egy kegyelem maga a hit is, meg az is, hogy megmarad. Hogy ez megmaradt nekem a legnehezebb helyzetekben, és nem mondom, hogy nem volt olyan pillanat, amikor ne fordult volna meg a fejemben egy-két csúnya gondolat. Talán te tudod, a nézők nem, hogy én borzasztó, kettősen hátrányos, hogy mondom, duplán hátrányos helyzetben voltam, mert pont a vállásom idején veszítettem el az állásomat. Tehát ott egy olyan nagyon-nagyon mély gödörbe kerültem, hogy ott megjártam a poklok legmélyebb bugyrait. No, hát ott azért fölmerült bennem az öngyilkosság gondolata is, tehát ezen is túl kellett. Hát ott azért akkor valamennyire az ember eltávolodik a Jóistentől, de azért gyorsan sikerült innen valahogy kikecmeregni. Tehát, hogy ez egy pillanat. Tehát hol vagy Istenem, miért engedted? Igen. Ilyesmi, teljes elkeseredettség, de akkor is tudtam hozzá kiáltani, hogy ments meg, Uram, innen te tudsz ki. Én innen már nem tudok kijönni, muszáj, hogy segíts. És hát lekopogom, vagy hát nem kopogom, mert nem vagyok babonás, hanem tényleg kisegített. Igen. Mi az, ami most a legtöbb örömöt okozza az életedben? Én nagyon örülök neki, hogy visszataláltam az Emmanuel közösségben, és ez egy olyan nagy lelki segítséget nyújt nekem a háttérből, hogy talán tényleg azt mondom, hogy ezért vagyok egyik leghálásabb most jelen pillanatban, hogy van mögöttem egy ilyen közösség. Nem vagy egyedül. Nem vagyok egyedül, igen. Jó, persze ott vannak a gyermekeim, hála Istennek, ott van édesanyám, még él. De hogy kell egy ilyen lelki támasz. És ez hiányzott a házasságunk alatt. Tehát a házasságunk alatt nem tudtam megélni ezt a közösségi létet. Eltávolodtam a közösségtől, nem vettem részt egy olyan 15 évig, sajnos nem vettem részt a közösség életében, és most sikerült visszakanyarodnom, és újra hát a gyakorlatban is részt venni a közösségi szolgálatokban, és remélem, hogy az Áve szolgálatban is majd részt tudok venni, és tovább tudom adni ezt az, hát ha nem is örömöt, vagy lehet így fogalmazni, hát, örömöt, igen. Tehát, hogy van öröm a válás után. Igen, hát az öröm, amit csak az Isten tud megadni, és senki nem is vehet el. Igen, ez a legnagyobb öröm. Igen. Nem úgy adja, hogy a világ adja. Igen, úgyhogy szeretném ezt továbbadni másoknak is, hogy elmondani, hogy igen, sikerülhet. Tehát a jó Istennel semmi sem lehetetlen, de sikerülhet talpra állni, sikerülhet új életet kezdeni, hiszen ő reményt és jövőt akar nekünk adni, ahogy elmondta Izaiás könyvében, azt hiszem. És akkor az utolsó másfél percben még csak annyit, hogy a mostani karácsonyra, ami már néhány nap múlva, vagy hát rövid idő múlva itt van, hogyan készülsz, vagy most mit látsz, hogy fog zajlani? Ugyanúgy készülök, ahogy eddig. Hát most már a nagyobb fiam is elköltözött, úgyhogy nagy szívvel várom haza, és édesanyám jön hozzánk. Tehát négyesbe fogjuk így is tölteni. Nem tudom, hogy a férje most eljön, mert műteni fogják, volt férje, műteni fogják előtte, de hát hasonló módon, lelkesen, szeretettel. Szoktál menni évféli misére?
Az éjféli misékre nem, másnap megyünk el, amikor, hát én úgy szeretném, hogy a fiúkkal együtt, és mindig, ahogy őket sikerül azért, nem mindig sikerül éjfélre összeterelgetnem őket, másnapra megígérték, hogy eljönnek, tehát ezek a sátoros ünnepekkor talán el tudom őket csábítani. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. És köszönöm a lehetőséget. Igen, és aztán majd egyszer itt az asztalon lévő hajtogatott dolgokkal kapcsolatban már megállapodtunk az előző társainkkal, hogy szervezünk jövő adventben egy ilyen nagy kézműves alkalmat. Jó. És beszélgetést és kézműveskedést, úgyhogy akkor is találkozunk, de hát addig is még sokszor. Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm.